Üdvözlöm a hallgatókat, Golec Viki vagyok, Senei Gabriellával, a Klassza Parton projektvezetőjével beszélgetünk az Öregtó partján Tatán, és egy fantasztikus fesztiválra invitálja az érdeklődőket, ez a Klassza Parton. Meséld el nekünk, hogy hogy alakult, mikor alakult, és hol láthatja a közönség. Maga a fesztivál 9 évvel ezelőtt alakult, egyébként én is üdvözlök mindenkit, 9 évvel ezelőtt alakult, és a Cimbora Alapítvány alapította ezt a fesztivált Érdi Tamás vezetésével. Érdi Tamásnak a neve biztos, hogy ismerős mindenkinek. Tatára tulajdonképpen negyedik alkalommal jövünk. A fesztivál célja nagyon egyszerűen összefoglalva a klasszikus zene, a komoly zene népszerűsítése. Ez elég furcsán hangzik, mondjuk a kicsit merevebb díszletek között működő klasszikus zenét egyszer csak kivinni, mondjuk akár a strandra, vagy bármilyen közterületre, de hát ők ezt csinálják, és eddig nagyon-nagyon szépen bevált. Mondtad, hogy negyedik alkalommal vagytok Tatán, de ugye már 9 éve működtök. Hol indultatok, és melyik más városokban találkozhatunk veletek? A fesztivál tulajdonképpen a Balatonparton van jelen. Erősen, tehát 15 helyszínen tartunk 33 koncertet, és ezen kívül még Tata városába tartunk 4 koncertet. És hogy jutottatok el Tatára? Elég nagy lépés a Balatonhoz képest. Igen, tulajdonképpen vízpartot kerestünk, ugye nyáron hol vannak az emberek? Vízparton. És vízparton kerestünk egy olyan helyszínt, ami szép is, és tulajdonképpen valahogy a klasszikus zenéhez is kötődik, hát ez Tatánál abszolút megvan. Eddig Tatán milyen helyszíneken láthattak titeket? Tatán most minden évben tulajdonképpen új helyszínen voltunk. Voltunk a Zsigmond teraszon, voltunk a kastélyba, voltunk a Kossuth téren, és most pedig egészen a vízpart közelében merészkedtünk, az Eszterházi kastély előtti parkban leszünk ebben az évben. Melyik napokon és milyen programmal várjátok a látogatókat? Július 21-én, tehát ennek a hétnek a péntekén kezdünk, 21-én Lakatos György és tanítványai Fagott koncertje lesz, 22-én szombaton este 19 órakor a Setup együttes ütős koncertje lesz, vasárnap az esti koncert a Görög Sisters zongora duó lesz, viszont vasárnap még 10 órakor a családosoknak egy klasszikus zenei beavató koncertet tartunk Mocorgó Gyerek program néven a Várai családdal. Aki szeretné megnézni a koncerteket, neki kell valamilyen belépőt fizetnie? Nem, ez is a koncert, illetve a fesztivál sorozat koncepciójához tartozik, hogy a koncertek kizárólag pályázat és szponzori pénzekből valósulnak meg, és ingyenesek. Bárki, bármikor a sétálva a tóparton megállhat és belehallgathat a klasszikus zenébe. Köszönöm szépen. Rigó Balázs Tata polgármestere is itt van a Öregtó partján. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mennyivel a többet ez a fesztivál Tatának. Ugye rengeteg fesztivál itt van a városban. Ez mégis mivel a többet, és miért fogadtátok nagy szeretettel? Nagyon fontos számunkra, hogy minél többeket elérjen a klasszikus zene, és ennek az egész elképzelésnek az alapja az volt még 2015-ben, amikor a Cimbora Alapítvány Érdi Tamás zongoraművész kezdeményezése alapján elindította ezt a programsorozatot, hogy egy lengyelországi tapasztalat alapján, ahol egy tó partján, Varsóban nagyon fantasztikus, klasszikus koncerteket tartanak, Magyarországon is honosítsák meg ezt a kezdeményezést, és olyan helyeken, ahol egyébként is sok ember van, érjék el a legnagyobb közönséget a klasszikus zenével, és leginkább a fiatalokat célozzák meg, olyan módon, hogy minél inkább fogyaszthatóvá és minél inkább szerethetővé váljon számukra ez a műfa is. És ezért aztán mi is fontosnak tartottuk, hogy 2020-ban, amikor megkerestek minket, akkor nyitott kapukkal fogadjuk ezt a kezdeményezést, és most már elmondhatjuk, hogy negyedik alkalommal érkezik ide hozzánk a Klassza Parton Fesztivál, ami külön is fontos volt számunkra, hogy nagy hangsúlyt fektet a alapítvány arra, hogy a koncertre járó közönségnek az utánpótlását is kineveljék, és már kisgyermekkortól kezdve rászoktassák a gyerekeket, hogy ilyen rendezvényekre járjanak. Így minden alkalommal nem csak az úgymond felnőtteknek szóló programokat, hangversenyeket tartanak, hanem minden alkalommal van egy matiné koncert is. Az idén is így lesz, vasárnap majd egy ilyen hangversenyre is várják délelőtt a gyerekeket, családokat. És hát természetesen az is nagyon fontos volt számunkra, hogy ennek a sorozatnak a keretében mindig nagyon nívós, nagyon magas színvonalú koncerteket, művészeket hallhatnak a közönségnek a tagjai. Tehát nem kell most elmenni egy hangversenyterembe, nem kell most elmenni egy másik városba, Budapestre vagy akár más településre, hanem itt az Öregtó partján, a természeti környezetben, gyakorlatilag az otthonukban, a megszokott helyen találkozhatnak a legnagyobb magyarországi művészekkel, hiszen Érdi Tamás nem csak maga,
ugye tavalyi évben tartott nálunk is koncertet, hanem a barátai segítségével tartja ezeket a rendezvényeket, és hát az idén 33 koncert közé sorolódik be ez a 4 alkalom, amit Tatán fognak tartani, és arra is büszkék vagyunk tulajdonképpen, hogy a balatoni települések mellett még az országban itt Tatán tartanak ilyen rendezvényt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egyfajta elismerés is a város, illetve a természeti környezet számára, hogy egy ilyen helyet is különlegesnek tartottak, megfelelőnek ahhoz, hogy a balatoni helyszínek mellé föl tudjon zárkózni, és most már negyedik alkalommal ide látogatnak hozzánk. Én azt gondolom, hogy itt Tatán is kialakult már egyfajta közönsége, törzsközönsége ezeknek a koncerteknek, akik visszatérően járnak. Tehát mindig abban reménykedünk, hogy még ezen kívül is akár az itt járók előket is megszólítja majd a zene, és én külön is ajánlanám egyébként a figyelmükbe a Fagott koncertet, azt tavaly volt szerencsém hallani, akkor nem Tatán, hanem éppen Balatonfüreden vendégeskedett ez a hangverseny, igazán különleges. Ugye Fagott, a maga hangszer is igazán egyedi, de így egy zenekar formájában többeket hallani, ezzel a hangszerrel előadni, azt gondolom, hogy ez már önmagában egy jó felütést ad a következő napoknak a koncertjeihez is, és mindenkit várunk sok szeretettel. Július 21-e és 23-a között Tatán az Öreg tó partján, az Eszterházi kastély előtt, hogy egy kicsit valóban élvezhessék itt a környezet mellett ezt a magas színvonalú művészi játékot is, és részük lehessen egy kis kultúrában Tatán. Nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon sokoknak csináltunk kedvet, és aki erre sétál, vagy szereti a komoly zenét, az nyugodtan látogasson az Öreg tó partjára. Kastélytéren fogja megtalálni a színpadot, és itt várják a koncertekre a látogatókat. Köszönjük szépen!